A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ebben az esztendőben is a Kisfaludi Közösségi Házban köszöntötték az új kenyér ünnepét, a kenyeret és a bort Tornyai Gábor plébános áldotta meg. Augusztus 20-án államalapító Szent Királyunk ünnepén a kenyeret is ünnepeljük, és azokat is köszöntjük, akik a cipók létrejöttében szerepet vállaltak, mezőgazdaságban dolgozókat, pékeket egyaránt. A kenyér ünnepéhez kapcsolódik Isten áldása is, amelyet ezen a napon kérnek a papok. A Kisfaludi Közösségi Házban már több mint 10 éves hagyománya van a kenyérszentelésnek, nem maradhat ki egyik évben sem a sokakat megmozgató közös ünneplés. Beleillik, sőt, mellértünk a igazán a Szent István napi ünnepségük sorához. 2 óra múlva lesz majd az ünnepi közgyűlés is, és valóban Kisfaludon évtizedek óta valóban mindig megtartjuk a külön kis ünnepségünket ebben a város részben, Szent István emlékére, ami egyben van kötve természetesen a kenyérszenteléssel is, és ezt elvárják már tőlünk, akár képviselőtől, sőt, még atyától is, hogy itt legyen mindig személyesen, és hát a híveknek, illetve a kisfaludi lakóknak ezt a hagyományt és azt a Szent István tiszteletet tovább tudjuk adni, és hát van is rá igény. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy valóban ez az ünnepség sorozat lényegében Szent Istvánról szól, és az ő hagyatékáról szól, és tulajdonképpen a mi kötelességünk az, hogy tovább vigyük azokat az intelmeket, amiket a fiához is tett, és mi késői utódok meg is tesszük azt, amit rajtunk múlik, úgyhogy, és a város, az önkormányzat is polgármesterrel, püspökatyával az élen. Valóban ilyenkor büszkék vagyunk arra, hogy fehérváriak vagyunk, Szent István városából valók vagyunk, és mindent megteszünk, hogy mindenki jól érezze magát, és jól sikerüljenek ezek a szakrális ünnepek is. Az életet szimbolizáló cipót és bort Tornyai Gábor öreghegyi plébános áldotta meg. A kenyér az ember számára a megélhetést és az otthont jelképezi, a nemzeti színű szalag pedig szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának. A kenyér ünnepéhez kapcsolódik Isten áldása. Ezt gondolkodtam, hogy vajon milyen lehet, hogy milyen érdekes lenne most időutazáson lehetnénk és találkoznánk a hétköznapok Isten királyával. Vajon milyen lehetett? Hogyan élte az életét a családjában, apaként, félként, hogy hogyan élte a kereszténységét, hívő emberként, hogy hogyan volt benne a leghétköznapi találkozásaiban ezen évvel ezelőtt, vajon milyen lehetett ez, vajon hogyan lehetett ez. Aztán jelentettem azzal a gondolattal is, hogy hát, hogy ezer év múlva vajon kire fognak emlékezni közülünk. Kinek fogják a nevét emlékezni? Lehet, hogy lesz valaki közöttük, aki majd különböző dolgot fog majd tenni, akár a vallási téren, akár a világpolitika terén, de hogy hol leszünk mi ezer év múlva. Aztán az jutott eszembe, hogy Szent István királyt, aki ezer évvel előttünk élt, azért is tiszteljük, mert egy olyan helyzetre került királyként, uralkodóként, hogy a saját eszközeit felhasználva hatni tudott meg a nemzetre, hatni tudott a környezetére. Neki fennmaradt a neve, egy jelentős uralkodó volt, fennmaradt azért is, mert olyan intézkedéseket tudott hozni, mikor lehetősége volt, amiket meg tudott tenni, de mondhatjuk azt is, hogy ezekkel a dolgokkal volt hatása emberek életére.
akiknek valószínűleg megváltozott elég az életük. És aztán tovább gondoltam, hogy noha nem fogunk bennünket 1000 év múlva emlegetni, valószínűleg. Hogy nem sok emlék van, pedig ki tudja, hogy itt ezen a helyen mi lesz 1000 év múlva. Egy eszembe jutott egyszer, egyik itt valami utcát, amikor nyitották meg, és akkor mindenféle ásatások voltak, és valami régi kemencét voltam, itt találtak meg a föld alatt 1000 évvel ezelőtti valami, hát, hogy itt van ezekből a házakból, ebből a működési házból itt találnak majd meg. De hogy azért azt hiszem, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy még ha most élünk a világunk ezen a részén, ahogy élünk az, ami hatásra vagyunk a világra. Hatásra vagyunk a családokra, hatásra vagyunk a szomszédokra, hatásra vagyunk a baráti körünkre, a munkahelyünkre, az emberekre, akikkel a boltban találkozunk, vagy éppen a buszmegállóban, vagy csak összefutunk az utcán. Minden találkozásunk egy kicsit hat a másikat és megváltoztatja a másikat. És minden találkozásunkban benne van az értékrend, amit mi értéknek, jónak és fontosnak tartunk. Ha keresztényként, akkor keresztényként hatok a világra. Ha nem írom a kereszténységet, nem keresztényként, akkor úgy hatok erre a világra. De azt gondolom, hogy az a fontos, hogy meglegyen az én saját értékem, értékrendem, amiben élek és amit aztán közvetítek. Ugye én katolikus papként állok itt a mikrofonnál, és lehetőséget kapok évről évre, hogy itt szóljak, mondjak pár gondolatot az ünnep kapcsán. Mondhatom azt magam, hogy én tulajdonképpen így hatok a világra. Hát itt van egy pár ember, aki aztán már hazamegy, és esetleg elgondolkodik valamit, aztán esetleg elbeszélget valakivel, továbbadja azt, amit én fontosnak tartok, hogy idehozok. De azt gondolom, hogy ez az ünnep a saját felelősségünkről is szól. Hogy én hogyan élek és hogyan gondolkodom, hogy mi az, amit értékesnek és fontosnak tartok, és hogy mi az, amit továbbadok, és hogyan állok tovább. Katolikus papként vagyok itt jelen, és mindjárt megfogom a dánnyal a kenyeret, mondok áldást meg a borokra, amikre úgy tekintünk, hogy a Jóisten ajándékja az életünkben, legalábbis hívő emberként. A találkozón a kisfaludiaknak népzenével és dalokkal köszönték meg az ünnepen a búzát és a nemes nedűt. Székesfehérváron randevúztak a kárpát-medencei borrendek, a találkozó előadásaiban a borászok felvázolták a borászat jövőképét. A Neuhegyi Szent István borlovagrend meghívására 28 kárpát-medencei borlovagrend érkezett Székesfehérvárra, hogy megvitassák a szőlészetborászat helyzetét a térségben. A kiemelt szakmai találkozón az előadások egyik fő témája volt a borok megkedveltetése a fiatal korosztállyal. Ennek a találkozónak első célja az, hogy itt együtt legyünk, a borrendek fejlődéséről, jelenéről és a jövőjéről beszélgessünk, de természetesen a szőlő és a bortermesztés ennek az alapja, és nagyon fontos a borrendek számára, hogy közelebb kerüljenek a következő korosztályhoz, következő generációhoz, a fiatalokhoz. Hát a kultúrát borfogyasztás minden borrendnek az első számú tevékenysége, hogy ezt népszerűsítse, és hát a fiatalok körében felmerülő problémák, hogy elfordultak a boroktól, nem annyira a borok irányába keresték eddig a szórakozást. Azt gondoljuk, hogy van lehetőség és szükség arra, hogy ezt egy kicsit megváltoztassuk. Ezen a konferencián is erről beszélgetünk, erről hangzanak előadások, és privátban is szőlészek, borászok próbálnak ezügyben beszélgetni, hogy mit érdemes tenni, mit lehet tenni. Beszéljünk a szőlészetről. Hol tart ma? Hiszen tudjuk, hogy most a változékony időjárás például alaposan megviselte a borászokat is, így aztán meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek. Van-e olyan megoldás, ami kisegíti azokat a gazdákat, amelyek a nehéz helyzetbe kerültek? Hát az igazság az, hogy az idei év elég jól indult. Tehát egészen a nyár közepi melegek egész jó volt, most az utóbbi időben ez a sok eső, ez azért nem tett jót a borászoknak, illetve a szőlészeknek. Például tegnap is a nagy eső hátráltatta már megindult is a jövér szüretét, tehát újra kellett kezdeni, fel kellett függeszteni el az időre. Azt gondolom, ez több területen, az ország több területén is okozott nehézséget.
hogy valamelyik borásznak éppen ebben a nagyon változó időjárásban, és egyre változékonyabb időjárásban éppen hogy sikerül a termése, a sok mindentől függ. Itt a növényvédelem az alapvető, egyre több borász próbál, vagy egy szőlész próbál abba az irányba menni, hogy megpróbálja natur módon minél kevésebb kemikáliával védeni a szőlőjét. Ez az invazív fajokkal szemben hol kisebb, hol nagyobb sikerrel jár, de azt gondolom, hogy ez az út a helyes. Ezt már az új fogyasztás trendek is azt jelzik, hogy azokat a szőlőket és azokból a szőlőből készült borokat keresik a fiatalok, akik minél kisebb környezeti lábnyommal készülnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az irány lesz az, ami talán elég dinamikusan és rugalmasan tud reagálni a környezeti változásokra, és persze a szőlőfajták is változni fognak, azt hiszem. Itt Fejér megyében mi a helyzet, illetve a tegnapi öregkegyi mulatságon ugye felsoroltat mindazokat, akik elismerést nyertek, ugyanakkor azt is látjuk, hogy folyamatos fejlődés záloga mindenképpen az a kölcsönös segítség, és ebben a borrend nagyon sokat segít. Hogy áll a Nóhegyi Szent István borlovagrend ebben a tekintetben? Hát az egyik tevékenységünk a borrendeknek és a miénknek is a borversenyek szervezése. A borverseny az egy komoly tükör a különböző termelőknek, borászoknak, hogy éppen abban az évben hogy szerepeltek a boraik, és a borászok is együtt, ilyenkor együtt összejönnek, együtt értékelik, kóstolgatják egymás borát, tapasztalatot cserélnek, hogy kinek hogyan sikerült akár a szőlőtermesztésben, akár a borkészítésben különféle praktikák elsajátítása, fejlesztése, adaptálása, és ebben mi komoly segítséget tudunk nyújtani. Azt gondolom, hogy ezt jó szívvel veszik a borászok is. Visszatérve erre a találkozóra, honnét érkeztek borlovagrendek? A Kárpát-medence minden területéről. Sajnos ez az időszak az pont a határ átkelő helyeknek, ahol nem Schengeni határban, ott nem kedves, hiszen akkor a időintervallumban kell várakozni, hogy azok a területek nem nagyon merészkedtek neki, hogy 5 órát várakozzanak idefelé, 5 órát visszafelé, ezért inkább északról érkeztek. 28 borrend látogatta meg most a rendezvényünket, többek között a Csallóközből is. Dínyes Ferenc kiemelte, a Nóhegyiek jó úton járnak, hiszen tevékenységük fókuszában kiemelt helyet foglal el a nemes nedük népszerűsítése. A konferencia hozadéka nem is lehetett más, mint hogy megerősítést kaptak a gazdák, hogy olyan utat kell választaniuk, amely öregbíti a szakma megbecsültségét és segíti a kultúrát, borfogyasztást. Ebben az esztendőben is megrendezték Soponyán a vadgasztronómiai fesztivált. A Soponyai Ökocentrumban szombaton egész nap a vadhús népszerűsítésé volt a főszerep, de a fesztivál idén is jó találkozási lehetőséget teremtett a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia barátainak. A hagyományokhoz hűen idén is Soponya adott otthont a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválnak és az ezzel párhuzamosan megrendezésre kerülő Fejér megyei vadásznapnak. Majoros Gábor, a vendéglátó Vadex ZRT vezérigazgatója megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy a vadásztársadalom képviselői ismét találkozhattak ezen a tradicionális rendezvényen. Büszke vagyok arra, hogy hazánk legnagyobb a vadételek készítését mesterfokon űző csapatok gasztronómiai találkozóját immár 16. alkalommal tudjuk megrendezni a Sárvíz Völgye Tájvédelmi Körzet szívében. Nagy örömömre szolgál, hogy itt, ezen a napon kerül lebonyolításra a Fejér vármegyei vadásznap és az országos fakitermelő bajnokság nagyszabású döntője is. Köszönöm, hogy ilyen jelentős számban megtisztelik rendezvényünket. Egy jeles évforduló kapcsán engedjenek meg egy rövid visszatekintést a múltba. Erdőgazdaságunk ugyanis ebben az évben ünnepli alapításának a 70. évfordulóját. 1953-ban a II. Világháború borzalmait követően az akkori Fejér megyében egy alul erdősült, tönkretett, kizsákmányolt erdőállományt kapott meg kezelésre a frissen létrehozott Székesfehérvári Állami Erdőkezelő Társaság. Hazánk erdősültsége akkor 13,5% volt, Fejér megyéjé pedig 6,2%. Az elmúlt 70 évben végzett tudatos erdőgazdálkodási és aktív fásítási tevékenységünknek köszönhetően Fejér vármegye erdőterülete mára közel a háromszorosára nőtt. Elhivatottan folyamatosan részt vállalunk megyén kopár területeinek erdősítésében, a falvak, városok fásítási programjaiban, egy egészségesebb, élhetőbb környezetet teremtve ezzel a megye lakosságának, egyben tartalmas gazdasági hátteret biztosítva társaságunknak. Magas színvonalú vadgazdálkodás is megvalósult az elmúlt évtizedekben, melynek köszönhetően számos országos rekord, gím, dám és muflon trófea született vadászterületeinken.
Mi büszkélkedhetünk a világrekord őzbak trófeájával is, mely tiszteletére itt a parkban korábban szobrot is avattunk. Európa hírű, nagyterítékű fácán vadászataink, kuriózumot jelentő szika és vadpulyka vadászataink egyedülállóak és keresettek. Számtalan turisztikai közjólati létesítményt, tájcentrumot, erdeiskolát, arborétumot, vadasparkot hoztunk létre megyénkben, megnyitva a természet szerelmesei előtt erdeinket. Évente több mint 1 millió turista látogatja ezeket az objektumokat. Az elmúlt évtizedek munkásságának ugyanakkor a legfontosabb eredménye az a komplex vadgazdálkodás megteremtése volt, ahol a vad tenyésztésétől a vadhús feldolgozásáig és exportálásig teljes vertikumot működtetünk. Elmondható, hogy társaságunk Magyarország egyik legnagyobb lőtt vadhús felvásárlója és exportőre. Évente több mint 1500 tonna vadhús dolgozunk fel a soponyai vadfeldolgozó üzemünkben, nem csak a horeca szektor számára, új, továbbfeldolgozó üzemünkben, ugyanis konyhakész, marinált, szuvidolt termékek, vadburger pogácsák, grill termékek is készülnek, melyek közvetlenül a kiskereskedelmi üzletláncokba kerülnek. Az Európai Unió piacain elsősorban Németországban, Olaszországban, Svájcban, Ausztriában, de a cseh és a román piacon is a legmagasabb prémium minőséget képviselnek termékeink. Igazi hungarikumokról, delikát termékekről beszélhetünk, melyek világszerte elismerést vívtak ki maguknak. A magyar vadhús minősége nem csak a magyar vad és vadgazdálkodás jó hírét öregbíti, hanem országunk nemzetközi megbecsülését is emeli. A hazai vadhús fogyasztás népszerűsítésében kiemelt feladatot vállaltunk fel, többek között pont ennek a vadgasztronómiai fesztiválnak a létrehozásával. A 16 éves hagyományokkal rendelkező program célja az erdész-vadász-civil kapcsolatok erősítése mellett olyan nyilvános fórum létrehozása volt, mely lehetőséget ad az ágazatainkban tevékenykedők szakmai eszmecseréjére és bemutatkozására. A fesztivál a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi találkozója, ahol a vadhúsnak, mint konyhai alapanyagnak a népszerűsítése, széleskörű felhasználási lehetőségének szemléltetése, ezzel együtt az erdőben, a vadban és a vadászatban rejlő lehetőségeknek a bemutatása kerül a középpontban. Mondják, hogy a férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út. A vadételek azt a főző versenyen, hazánk minden régiójából és a környező országokból több mint 50 főzőcsapat méri össze ma is vadételfőző tudományát, gimszarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban. A versenyműveket neves gasztronómiai szakemberek bírálják el most is. Engedjék meg, hogy pár gondolat erejéig még megemlékezzek a kezdetekről. 2007. szeptember 29-én került megrendezésre az első országos vadgasztronómiai fesztiválunk. A verseny házinak indult, de bátran mindjárt országosnak hirdettük meg. 12 főzőcsapat jelentkezett, 300 darab belépőjegyet nyomtattunk a titkárságunkon, félve attól, hogy vajon el fog-e fogyni, lesznek-e érdeklődők, látogatók. Érdekes számok számomra is, hogy 27-es darab sörpad garnitúrát és 35 darab parti sátrat béreltünk sok más apróság mellett, és a szervező stábunk dolgozóinkból nem egészen 20 fő volt. Tessék körbenézni. A mai alkalommal több mint 6-7 ezer látogatót várunk. 480 sörpad garnitúra, 180 sátor tölti meg a teret, számtalan színpadi és szabadtéri gyermekprogram, vásározók, kézművesek, árusok, több mint 300 szakács vesz részt az eseményen. A szervezésben, lebonyolításban a saját munkatársaim 65-en vesznek részt, rajtuk kívül további 100-an segítik a munkánkat. Hatalmas köszönet jár nekik. Az évek során ezen fesztiváljaink alkalmával, kihasználva a fesztiválok lehetőségét, jelenthettem be a nagyközönségnek azt a szándékunkat, például, hogy létre fogunk hozni egy úgynevezett erdei delikátesz szaküzletet, egy hálózatot, melyen keresztül közvetlenül is eljuttathatók a vásárlókhoz a magyar erdők, mezők gyümölcsei, a legkülönbözőbb erdei gombák, lekvárok, fűszerkülönlegességek, ivólevek, és természetesen a legszélesebb választékban a vadhús termékek. Szaküzletünk azóta is sikeresen működik.
hogy szintén itt büszkélkedhettem el például azzal, hogy a soponyai vadfeldolgozónk gímszarvas borjú termékeit választották alapanyagnak a 2016-ban Budapesten megrendezett Bocuse d'Or szakács Európa bajnokság döntőjéhez, majd 2022 márciusában pedig a Sirha világbajnokság döntőjéhez is, mely különleges elismerés a vállalatunknak, de az egész állami erdőgazdasági portfólió számára is. Vagy például itt ezen a színpadon oszthattam meg azt az örömömet látogatóinkkal, hogy az Agrárminisztérium hathatós anyagi támogatásával elkészült és 22 év végén átadásra került az a modern vadhús továbbfeldolgozó üzemünk, mely azóta is ontja termékeit. Kezdetektől fogva missziót teljesítünk. A vadhús és a vadételek fogyasztásának területén kifejtett propaganda tevékenységünk igen sokrétű. Folyamatosan részt veszünk a legkülönbözőbb hazai és külföldi élelmiszeripari kiállításokon, világkiállításon, Kölnben, Hamburgban, Milánóban, Salzburgban, Párizsban, Budapesten. Részt vállalunk és támogatjuk a gasztronómiai bemutatókat, helyi találkozókat, országos versenyeket. Talán ennek köszönhető, hogy a vadételek köré kapcsolódóan versenyek egész sora szinte mozgalma valósult meg azóta. Hiszem, hogy a sokféle kiemelkedő gasztronómiai rendezvény fő zászlóshajója ugyanakkor változatlanul a 2007-ben újraindított, útjára indított országos vadgasztronómiai fesztivál. Remélem, hogy látogatóink a fesztivál és a főzőverseny kapcsán megtapasztalják azt a bőséget, amit a Kárpát-medence és a magyar erdő valójában kínálni tud. A bográcsokban már most rotyogó ételcsodák mellett a tárcsákon rostonsült vadhúsok elkészítésének módjáról kifaggathatják a szakácsokat, elesetnek recepteket, új fogásokat, fortéjokat. A jól eső ebéd után pedig kérem, menjenek és szurkoljanak, hiszen a mai napon kiderül, hogy kinyeri a 2023. évi stíl országos fakitermelő bajnokság döntőjét itt Soponyán. Legyen ez a nap az erdő, a vad és a vadgasztronómia ünnepe, az ágazatainkban dolgozók és a vendégeink ünnepe, a mi ünnepünk. Köszönöm azt a sok lelki, fizikai és nem utolsó sorban anyagi támogatást, biztatást, melyet a szervezés és előkészítés kapcsán kaptunk mindenkitől. Végül köszönöm munkatársainak, hogy Tóth Károly főmérnök kollégám vezetésével a hétköznapi feladataik mellett lelkesen vettek részt ennek a napnak az előkészítésében, sikeres lebonyolításában. Nobilis Mário államtitkár beszédében hangsúlyozta, a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia barátainak nemzetközi találkozója, amely kiváló lehetőséget ad a vadhús, mint konyhai alapanyag népszerűsítésére, széleskörű felhasználási területeinek megismertetésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására, mindezt tartalmas kikapcsolódási és minőségi szórakozási lehetőségek biztosításával fűszerezve. Úgy mehetünk bele a vadászszezonba, és úgy zárhatjuk le tulajdonképpen a mezőgazdaság évet, hogy itt találkozunk. A vadászat a magyar kultúra része kezdetektől fogva, és mi egy olyan országban élünk, és egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a hagyományainkat és a kultúránkat megőrizzük. Ez sokaknak nem tetszik Európában, de mi még így gondolkodunk itt Magyarországon. A mezőgazdaságban, hála Istennek, azt mondhatjuk így évzárásként, hogy jó évet zártunk. A tavalyi nehezebb esztendő után, amikor kevés volt a csapadék, idén a jó Isten kegyes volt hozzánk, és bőven volt csapadék, bár már olyat is hallottam, hogy talán túl sok is. A vadászatban pedig most kezdjük a szezont, izgatottan várjuk, hogy mik fognak terítékre kerülni, de bízunk benne, hogy a vadak jó táplálékhoz jutottak az esős időszakban, így szép trófeák fognak terítékre kerülni. Én a kormányzatban az élelmiszeriparért felelek, és az élelmiszeripar fontos része kell, hogy legyen a vad gasztronómia és a vadételek, hiszen ez a
legbiztonságosabb, legtermészetesebb és legegészségesebb élelmiszer, ami az asztalra kerülhet. Ugye az élelmiszeripar stratégiai partnere lett a kormánynak, hiszen a Covid, az asszály és a háború is felhívta rá a figyelmet, hogy rendkívül fontos, hogy nem csak az, hogy egészséget se tegyünk, hanem hogy legyen mit tennünk, hiszen volt olyan időszak, és reméljük ez majd a béke eljövetelével egyre inkább háttérbe szorul, amikor az is kérdés volt, hogy lesz-e mindenhol mit enni. A Magyarország és Magyarország élelmiszeripara 20 millió ember ellátására alkalmas, azonban fontos számunkra, hogy megteremtsük a magabíró államot, ezt a szót Széchenyi István használta, ami azt jelenti, hogy azokból az élelmiszerekből, amiből lehetőség van rá, azokból igenis termeljük meg Magyarországon a kellő mennyiséget, és ha lehet, még exportáljunk is. Átnéztük, hogy a világban hogyan működik az élelmiszeripar, és azt láttuk, hogy akkor működik jól, ha fentről lefelé támogatjuk. Azaz, hogyha a bajnokokat támogatjuk, mindenkit támogatunk. Ezért hoztuk létre a nemzeti bajnokokat, akiknek az a feladata, hogy vigyék zászlóshajóként a magyar élelmiszeripar jó hírét. Én nagyon remélem, hogy rövid idő alatt ezekbe a nemzeti bajnokokba egyre inkább bekerül a vathús is, hiszen a vathús egy óriási lehetőség az egészséges étkezésre. Ezek az állatok, ezek azt teszik, amit találnak a természetben. Nincs hozzáadott élelmiszer, nincs hozzáadott gém vagy manipuláció. Úgyhogy remélem, hogy ez a fesztivál is jó hírét viszi mind a vadgasztronómiának, mind a vadászatnak, mind a magyar mezőgazdaságnak. Remélem, hogy jól fognak tudni szórakozni, ahogy vezérigazgató úr is mondta, amikor elkezdték, 300-an voltak, most pedig 300 szakács van itt, tehát a fesztivál az nem, hogy életre kelt, hanem vitte magával a magyar vadászat és a magyar vadgasztronómia jó hírét, és már a nemzetközivé fejlődött. Remélem, hogy még 17 év múlva ugyanígy itt fogunk tudni állni, és ugyanúgy meg fogjuk tudni ünnepelni a mezőgazdasági év zárását és a vadászszezon kezdetét. A soponyai találkozó ismét megerősítette, a vadászat szorosan kapcsolódik nemzeti hagyományainkhoz. A vadászat nem csak kultúra, hagyomány és természetvédelem, hanem egészséges élelmiszert is előállító tevékenység, ezért az Agrártárca kiemelten támogatja a hazai vadásztársadalmat, és azért dolgozik, hogy minél többen megismerjék és átéljék azt az inspiráló erőt, amelyet a természetben való egyszerű létezés öröme adhat az embernek. A rendezvény céljai között mindig kiemelkedő fontossággal bírt a magyar vadászati kultúra és a hazai vadgasztronómia szoros kapcsolatának emberközeli, közérthető és élményekkel fűszerezett bemutatása, ami az idén is megvalósult. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.